így a támogatás meg segítségről beszélünk. Ugye egyrészt van egy tréning, ami elmegy az ember két napra, kap egy nagy löketet, tudást, gyakorlatot, minden, de utána eltelik egy csomó idő, és ugye, hogy mit használ fel belőle, az már ugye rajta múlik. És ugye beszéltünk egyrészt, hogy benne vagyunk egy közös mastermind csoportban, ami ugye egy olyan úgynevezett mesterelme csoport, ahol a tagok segítenek egymásnak bizonyos feltételrendszer mellett, de abszolút a cél az, hogy adjunk és figyeljünk oda és segítsünk egymásra. Egyik ez, amit szeretnék érinteni, mert egyrészt a könyvemben is ugye ezt megemlítetted a témát, mert tényleg nagyon régóta foglalkozol ezzel, hogy ezeknek mi a titka és hogy működik jól egy ilyen csoport. A másik pedig, hogyha nem csoportos, hanem egyéni segítség, ugye mentorálás, coaching, te is foglalkozol ezzel, felkészítesz előadókat, hogy maga a mentornak a szerepe, szerintem ez egy tök fontos dolog, és itt a coach szó az picit lehet, hogy ilyen talán elcsépelt lett ugyanígy az elmúlt években, de hogy ennek az egésznek a szerepéről, fontosságáról is, de erről beszéljünk, hogy az, hogy ott áll melletted valaki vagy valakik, az mit tud segíteni ebben a folyamatban. És aztán kezdjük szerintem a Mastermind-dal, mert abban benne vagyunk most tényleg így pontosan. Szinten, napi szinten, hogy egyrészt miért kezdtél ezzel foglalkozni, és mi ez, és hogy tud jól működni, szerinted? A kiinduló ötlet az volt számomra, amit szintén minden második, harmadik sikerkönyvben lehet olvasni, hogy olyan emberré válsz, mint amilyen emberekkel körülveszed magad. Ez az öt ember átlaga vagy. Így van, pontosan. És amikor én kiléptem a multiból, akkor az egy év azért nem telt pihenéssel csak, rengeteg tudatos gondolkodással, önismerettel, önfejlesztéssel telt, és rendszeresen megnéztem azt, hogy ki az az öt ember, akivel legtöbb időt töltöm, és vajon ki hogyan hat rám. És ilyen plusz-minusszal beírogattam, így kíméletlen őszinteséggel. És nekem már akkor is volt egy mastermindom, sőt, idestova 7 éve alapítottam az elsőt, és tavaly nyáron jött a felismerés, hogy én nagyon sokat kapok attól a csapattól, én sokat tudok adni, de a vállalkozói gondolataimat, vízióimat kevésbé tudom megosztani, mert bár van vállalkozó a csapatban, de más pályán mozognak, más a fókuszuk. És ekkor hoztuk létre azt együtt, amiben te is benne vagy. És hogy miért jó egy mastermind? Szerintem vállalkozóként vannak dolgok, amiket nem tudunk kivel megbeszélni. Abszolút. Mert a családoddal, a pároddal nem olyan, meg nem akarsz mindent rázulítani, nem más cipőben jár. Az ügyfeleiddel nyilván nem tudod megbeszélni, a beosztottaiddal, megint nem olyan. És szerintem a legjobb erre az, amikor hasonló szinten lévő, tehát úgy értem, hogy egy 10 milliós árbevételű vállalkozó lehet, hogy nem sokat tud beszélni egy 200 milliárdos szintűvel, de hasonló szinten lévő, hasonló fókuszú vállalkozók szerintem zseniálisan tudnak együttműködni, tanácsot adni, legjobb gyakorlatokat megosztani, és ugye számon kérhetőséget is biztosítani egymásnak, ami nálunk is nagyon jól működik. És talán ez a legnagyobb erő benne. Úgyhogy én konkrétan szinte receptre írnám föl minden kezdő, rutinos, profi vállalkozónak, ha még nincs mastermindja, hogy igenis keressen hozzá hasonló szintű vállalkozókat, üljenek le rendszeresen, osszák meg a kérdéseiket, problémáikat, és kezdjék megoldani. Óriási ereje van. És tényleg szerintem, ami zseniális benne, hogy nekem, ami nagyon tetszik például a mi szerveződésünkben, hogy nagyon egyértelmű elvek mentén megy, ugye van egy olyan alap etikai kódex, hogy nevezhetjük bárhogy, hogy mik az alapértékeink, és ezt ugye minden egyes alkalommal elmondjuk, hogy beleégetjük így a... Abszolút. És ez nagyon fontos, az, hogy tényleg komolyan vegye és legyen súlya az egésznek, illetve az, hogy ugye itt a menetrend az meg ugye úgy néz ki, hogy mindenki kap egy 20-25 percet, bedobja a problémát, tisztázzuk, hogy jól értettük a kérdést, és odaadjuk az ötleteinket. És hogy ezt befogadni, elfogadni, a több fajta nézőpontot nem megsértődni ezen. Tehát, hogy szerintem ez, ami tényleg egyrészt nehéz, másrészt meg nagyon-nagyon sokat fejlesz az emberen. És még egy kulisszatitok, hogy ugye 3 hetente találkozunk, és hogy nekem ezek a pillérek például iszonyatosan sokat segítenek, hogy egyrészt reális célt tűzzek ki, másrészt meg tényleg tegyek is értem, mert ugye akkora tétet tettünk be, hogy az sem titok, hogy van egy pénzbeli így büntetés idézőjelben, hogyha nem csináljuk meg. És már gyűlik a pénz a kasszában. És óriási ereje van, úgyhogy igen, ezt én is nagyon javaslom mindenkinek. De ha ilyet nem tud találni, akkor ugye vannak mentorok, coachok, ugye te foglalkozol beszédcoachinggal. Így van. Elsősorban, ez mit is jelent, és hogy néz ki egy ilyen coaching folyamat, és miben tud segíteni? A beszédcoaching azt jelenti, hogy egyre több ember érzi annak a jelentőségét, hogyha ő tart egy konferencia beszédet,
egy TED beszédet, vagy akár egy egész napos rendezvényt, az egy dolog, hogy ott a tartalom az rendben van, de hogy azt hogyan adja elő, mekkora hittel, lelkesedéssel, szenvedéllyel, annak óriási ereje van. És amikor valakivel dolgozom beszédcoaching folyamat során, akkor persze megnézzük a stratégiákat, eszközöket, megnézzük a PPT-t, átbeszéljük a forgatókönyvet, menetrendet, tartalmakat cserélgetünk, tesztelünk, sőt, van úgy, hogy gyakorlunk is. Tehát a telóm az kameraként is funkció rendszeresen, ott van a kis tripodom, és felveszem az illetőt, visszajátszok, kikockázzuk, tehát megvan ez a rész, és megvan mellette az a bizonyos mentális felkészültség is. Most pont az ugrik be, hogy nemrég voltunk együtt egy rendezvényen, ahol egy sikeres vállalkozó egy egész napos programot rakott össze, és vele két hónapon keresztül dolgoztunk együtt, négyszer találkoztunk, közben volt e-mailes, csetes kapcsolattartás, és neki segítettem összerakni a forgatókönyvet, a szlájdokat, a rendezvénynek az elejét, az mindig nagyon kritikus. Ugye, elej meg a vége. Így van. Az elej, mint mindenben, egy előadásban is. Az elej meg a vége, plusz neki volt még egy sales blokja is, ami szintén kritikus tud lenni, mert ezen is dolgozunk sokat, nagyon sokan nem komfortosak azzal, hogy ők sales-eljenek. Hát mert ott jön a nem. Amiért is beszélgetünk, addig könnyű. Így van, az a kőkemény visszautasítástól való félelem. És ugye itt is, tehát én leírhatom neked szó szerint, hogy Zoli, akkor ezt mondd el, léci, de hogyha valaki mentálisan nem hiszi el, nem érzi magáénak, akkor azonnal hiteltelenné válik, és abból nem lesz sales, abból nem lesz eredmény, sőt, az akár egy óriási kudarc élmény is lehet. Tehát amikor beszédcoaching folyamatban dolgozok valakivel, akkor ilyeneket is tisztázunk. És nagyon szuper volt a rendezvény, és nagyon ügyesen megoldott a közös barátunk, úgyhogy igen. Így van. Gratulálok mindkettőtöknek ezúton is. Ezúton is köszönjük, és gratulálok én is nekik.